A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Jó napot kívánok! Nem sokára a vajdasági árvízi helyzetről tájékozódhatnak itt a közügyekben. Újabb 60 kilométerre hirdettek rendkívüli helyzetet Vajdaságban az árvíz miatt a Dunán. Gombosnál ma reggel 697 cm magas vízállást mértek. Bezdánnál a Duna ma reggel 704 cm, Újvidéknél pedig 541 cm magas volt. Részletek nem sokára itt a közügyekben. Foglalkozunk a magyar árvízi helyzet. Is. Érkezik a Magyar Nemzeti Tanács kulturális tanácsosa és a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. Őket arról kérdezzük majd, hogy mi jut hoz az MNT-nek, a Kosztolányi Színháznak és a közösségnek az, hogy a színház alapító jogainak egy részét átruházták a Magyar Nemzeti Tanácsra. Szabadka támogatja a munkavállalást, a munkáltatók kapnak pénzt, ezért részletek itt a közügyekben. Végül pedig, ami a tegnapi műsorból kimaradt, az a pacséri falu fejlesztési elképzelések, ezek mai témáink, kezdünk. Még másfél-két nehéz nap vár Magyarországra a dunai árvíz miatt, ezt Orbán Viktor magyar miniszterelnök mondta. Úgy fogalmazott, ha ezeneken a napokon túl lesz az ország, akkor már közel lesznek ahhoz, hogy sikert jelentsenek be, de ehhez még két nap megfeszített munka és két nap megfeszített figyelem szükséges, fogalmazott Orbán Viktor. Budapesttől északra a dunamenti településeken már a levonuló ár után takarítanak a helybeliek. A Duna északi szakaszán, Budapestnél és Fejér megyében is apad a folyó. Ez volt a legmagasabb szint, itt lett bejelölve. Ez most körülbelül 13 centi. Ennyit apadt a Duna Dunabogdánynál egy nap alatt. A falak viszont még mindig átengedik a vizet. Az itt élők alig győzik kitakarítani otthonaikat. Három napja söpörjük. Ők kiseprik, mi erre söpörjük. Akkora itt a víz, hogy evezni lehet a több méteres fák lombjai között. Éppen most megyünk a biciklis úton, csak egy 2,5 méterrel fölötte vagyunk. Közben a parton még mindig dolgoznak a szivattyúk. Több száz ember volt hétfőn is a Bogdányi gátakon. Rájuk napok óta főznek ennél az étteremnél. Aki éhes, jön kap enni. Biztos lehet benne. Ez most nem kérdés. A közeli Tahitót falun 18 embernek el kellett hagyni az otthonát, mert a Duna betört a házaikba. Akinek nem volt hova mennie, azt a baptista szeretetszolgálat helyi táborában szállásolták el. Egyelőre nem tudják, meddig kell maradniuk. Hát én 3 napra valót készítettem minden gyerkőcnek, meg magunknak is. Nekem fogalmam sem volt, hogy ez mennyivel jár, de úgy tűnik, hogy ez hosszabb dolog lesz. A település utcáira a csatornákból is ömlik a víz. Le kellett venni a fedeleket, hogy legyen hol távoznia a csatornarendszerbe is betörő Dunának. Ha ezt nem teszik meg, a házak mellékhelyiségeiben öntene ki a szennyvíz. Dunaújváros alatt viszont most tetőzik az árhullám, amely szerdán éri el Baját, csütörtökön pedig Mohácsot, majd elhagyja Magyarországot. Egész éjszaka megfeszített munkával dolgoztak a Fejér megyei kisapostagon. Tegnap este egy néhány méteres szakaszon lesodorta a Duna a felső zsákokat. Emiatt folyamatos szivárgások, buzgárok keletkeztek. Később meg is gyengült a gát, ezért több mint 600-an dolgoztak a védmű megerősítésén egészen hajnalig. Több száz fáklyával világították ki a gátmenti területet. A rekordméretű víznyomása miatt több szakaszon is elkezdett szivárogni a gát, 37 családi ház került veszélybe. Meg kell támasztani azt a nyúlgát rendszert, amit megépítettek a lakosok, most betámasztjuk, és tehát probléma nincs, csak hirtelen munka. A Vöröskereszt munkatársai is napok óta kint vannak a gáton. Ellátjuk az itt dolgozó embereket élelemmel, meleg étellel, szendvicsekkel, itallal, azon kívül komplet egészségügyi ellátást biztosítunk. Kisapos
vastagon is megdőlt az eddigi rekord. A Duna vízállása itt 27 cm-rel haladta meg a valaha mért legmagasabb szintet. Türelmet és kitartást kért a kiköltöztetettektől a magyar miniszterelnök a reggeli vezetői értekezlet után tartott sajtótájékoztató. Orbán Viktor azt mondta, nekik már csak néhány órát, legfeljebb egy-két napot kell elviselniük a megváltozott körülmények között. Fokozatosan elkezdhetnek visszaköltözni. Még másfél-két nehéz napunk van, és ha azon túl vagyunk, akkor már közel leszünk ahhoz, hogy sikert jelenthessünk be, de ehhez még két nap megfeszített munka és két nap megfeszített figyelem szükséges. Magyarország mintegy 1000 honvéd segítségét ajánlja fel Szerbiának az árvízi védekezéshez. Orbán Viktor miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez azért is fontos, mert van egy olyan szerb szakasz, ahol ha kijönt a víz, akkor az magyar területre folyik vissza. A mai Szerbiának, ahol ha a víz kijön, akkor az magyar területre folyik vissza, ezért a Szerbiában történő védekezés sikeréhez túl az általános egyetemes emberi jóindulaton speciális magyar érdek is kötődik. Tehát ha a szerbeknek sikerül a hozzájuk belépő árhullám első időszakában sikeresen védekezni, az Magyarország biztonságát is növeli majd, 11 települést érinthet egy onnan visszafolyó víztömeg. Orbán Viktor kiemelte, Budapest még nincs túl a közvetlen veszélyhelyzeten, ezt várhatóan szerdára víradóra lehet majd kijelenteni. Pesti Imre budapesti kormány megbízott kiemelte, a következő napokban sem csökkenhet a figyelem, hiszen a Duna áradása miatt a gátak átáztak, a töltések lazák, a megépített védvonalak átnedvesedtek a magyar fővárosban. Hozzátette, mindenütt találkoztak Budapesten árvízi jelenségekkel, buzgárokkal, fakadó forrásokkal, ezeket folyamatosan kezelik. Úgy fogalmazott, a hatalmas árhullámmal vívott ütközetet megnyertük, de a háborút még nem. Szólt arról is, hogy a Duna óránként körülbelül 2 cm tapad, és reményeik szerint szerda délelőtt 8 méter alá süllyed a vízszint. Ha ez megtörténik, akkor a Margit-szigetet is sikerült megvédeni, tette hozzá. A kormány megbízott kitért arra, hogy még tart az információgyűjtése a Duna vízgyűjtő területén elmúlt napokban lehullott csapadék mennyiségéről, és addig nyilvánvalóan nem bontják el a gátakat, amíg nem kapnak tiszta képet arról, mi várható a következő napokban, hetekben. Magyarországon a Duna délebbi szakaszain még emelkedik a vízszint. Itt 12 járásra hirdettek veszélyhelyzetet. A védművek a folyó déli szakaszán is mindenhol időre elkészültek. Délután 4 órára Baján is 100%-os lett a kiépítettség. Több mint 200 terrorelhárító segíti az árvízi védekezést a Petőfi-szigeten. A partokon és a szennyvízcsatornák fedelei köré eddig csak nem 300 ezer homokzsákot raktak már le az önkéntesek, de továbbra is szivárog a víz a szigeten, ezért van szükség a terrorelhárítók munkájára. Bajánál szerda éjjel várhatóan 990 cm-en tetőzik majd a Duna. Az ár elsősorban nyaralókat, éttermeket és sportpályákat veszélyeztet. A Nemzeti Összefogás jegyében vajdasági önkénteseket toboroz a Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve a magyarországi árvíz helyzet kapcsán. A közügyek vendége pedig Pál Károly, a VMS ügyvezető alelnöke. A beszélgetést 13 óra 35 perckor rögzítettük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Felhívásuk tegnap jelent meg. Miért most? A VMS elnöksége döntés hozott arról, hogy a polgárok fölkérése alapján megszervezi a magyar árvíz károk elhárításába való részvételt. Szeretném elmondani azt, hogy ezt meg előzően egyeztettünk a Magyarországon az árvíz károk szervezésével foglalkozó szervekkel, és olyan fölkérés érkezett, hogy ez a segítség nyújtás valamikor a hétvégén érkezzen, tehát nem az árvízkár elhárításában, hanem a helyzet szanálásában fogunk részt venni Vajdaságból, magyarországi fölkérésre, és ennek értelmében a VMS elnökség az MNT közreműködésével valószínűleg autóbuszt fog indítani valamikor a hétvégén, mi úgy tervezzük, hogy 14-én Magyarországra pénteken. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy egynapos segítségnyújtásról lesz szó.
az érdekeltek a fölhívás értelmében a Vajdasági Magyar Szövetség e-mail címén tudnak jelentkezni, az office@vms.org.rs e-mail címen. Szeretném elmondani azt, hogy a felhívás alapján már is többen jelentkeztek, illetve lassan... Erre számítanak Magyarországon, mennyit várnak, illetve önök mennyit terveznek? Jelenleg mi úgy tervezzük, hogy egy autóbuszt indítunk, de amennyiben nagyobb lesz az érdeklődés, illetve a lehetőség, akkor nem zárkózunk el attól sem, hogy több autóbusszal is menjünk Magyarországra, arra a pontra, amelyet a magyarországi szervezők kijelölnek számunkra. Elsősorban kiknek a jelentkezésére számítanak? Hát mi azok a jelentkezését várjuk, akik szeretnének segíteni a Magyarországon. Férfiakra, korosztályra gondoltam. Nem, de ez hiszen nincs korhatár. Tehát láttuk, hogy a magyarországi össztépi összefogásban, ami az árvízvédelmet illeti, hát mindenki kivette a részét, tehát mi is, hát amilyenek olyanok vagyunk, tehát aki érdekelt ebben a témában, várjuk, hogy jelentkezzen, hiszen elsőben egy szimbolikus köszönetnyilvánításként is kell értelmezni ezt, amit a VMS, a Vajdasági Magyarság nevében fölvállal és szervez, hiszen Magyarország oly sokat segít jelenleg is ebben a nehéz helyzetében is a Vajdasági Magyarságon. Említette, hogy egy busznyi embert szeretnének összetoborozni. Honnan indulna ez az autóbusz? Feltételezem én, hogy Szabadkáról. Nem? Tehát én gondolom, hogy elsősorban attól függ, hogy honnan fognak jelentkezni. Jelenleg nagyon sokan jelentkeztek Zentáról, Temerénből, tehát meg fogjuk szervezni azt, hogy mindenféleképp minél egyszerűbben, minél gyorsabban eljussunk a kijelölt helyszínre Magyarországon. Tehát nem lehet akadálya jelentkezésnek az, hogy például valaki Vajdaság egy Szabadkától távolabb eső csücskében lakik, szerint megoldják azt, hogy el tudjon jutni ezzel az autóbusszal. Meg fogjuk oldani azt, megpróbáljuk oldani azt, hogy minél többen, akik érdeklődnek, eljuthassanak Magyarországra. Most jelenleg pontos útvonalat nem tudunk még mondani, hiszen nem mind attól függ, hogy a jelentkezők hol élnek, illetve szeretném azt is elmondani, hogy minden jelentkezővel tartsuk a kapcsolatot, tehát elküldjük a telefonszámát, illetve e-mailen tudunk értekezni velük. Többen jelentkeztek telefonon is, tehát, de aki meg részt akar venni ebben a segítségnyújtásban, azt gondolom, hogyha nincs is internet lehetősége, mindenkinek lehetősége van, hogy saját falujában, községében megtalálja a VMS szerveit, és azon keresztül is bír jelentkezni. Számszerűsíthetjük-e az eddigi érdeklődőket? Szerintem lassan kezd megtelni az autóbusz. Azt arról tud-e információkkal szolgálni, hogy kell valamit magukkal vinniük ezeknek az önkénteseknek, vagy pedig a saját felkészültségüket, erejüket, szándékukat, a többit meg helyben kapják? A Vajdasági Magyar Szövetség folyamatosan egyeztet a kérdést illetően a Magyarország illetékes szervekkel, és ennek a alapján fogjuk majd a fölhívásban újabb információkkal tájékoztatni. Tehát az, amit tudunk, hogy az árvíz elvonulása utáni takarításban fogunk részt venni, ami szintén fontos része az árvízzel kapcsolatos teendőknek. Ezt a magyarországi szervezők kérésére tesszük, úgyhogy mi, amint lesz bővebb információnk, ezt mindenféleképp minden forrást felhasználva el fogjuk juttatni az érdekelteknek. Beszéljünk egy kicsit a hazai árvíz helyzetről is. Itt ugye arról hallani, hogy egyrészt ugye a rendkívüli árvízvédelmi készültség bevezetésre került, másrészt pedig azt mondják az illetékesek, hogy olyan szörnyű, katasztrofális helyzetre, mint Magyarországon itt nem kell számítani. Önök mire készülnek? A Vajdasági Magyar Szövetségi Elnökség egy olyan döntést is hozott, amennyiben igény mutatkozik arra, hogy itt Vajdaságban is önkénteseket lehet toborozni, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség párhuzamosan a Magyarországra irányuló segítségnyújtással a Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság irányában is meg fogja ugyanezt a szervezést
tenni, tehát amennyiben ilyen igény lesz, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség készenlétbe áll, hiszen nagyjából amik a mostani információk nagyjából egy időpontban kerül sor. Igen. Itt a tetőzésre, illetve a tervezett magyarországi segélynyújtásra. Információk tehát a felkövetkező napokban ezzel kapcsolatban, illetve az újabb felhívás. Igen, vagy a részletek. Amikor lesz olyan fejlemény, akkor tájékoztassuk az érdekelteket. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Vészesen nyomul az ár a Duna-vajdasági szakaszán is. Újabb 60 kilométerre hirdettek rendkívüli helyzetet Gombosnál. Ma reggel 697 cm magas vízállást mértek, ami a tegnapi naphoz képest 52 cm-rel több. Bezdánnál a Duna ma reggel 704 cm, Újvidéknél pedig 541 cm volt. Csak nem 2 centiméterrel nő a Duna vízszintje Bezdánnál óránként. Történelmi szintet érhet el a folyó, ugyanis 1965 után az idei lehet a legmagasabb vízállás. A falu szélén található hétvégi házakat már elöntötte a víz. A települést nem fenyegeti veszély, a helyiek mégis félnek az árvíztől. Félünk, én legalábbis kicsit félek, mert a csatornapart mellett lakok, Bezdánba, nem tudom, talán átvészeljük, én azt hiszem. A helyiek emlékeznek a Duna néhány évvel ezelőtti, valamint a régebbi kiöntéseire is. Úgy gondolják, most sokkal jobb a védekezés. Most én nem tudom pontosan, hát ha 4-5 évet mondok, akkor lehet, hogy kevés. 65-ben azt tudom, hogy akkor volt elég nagy. Akkor lett készítve itt az a gát, ami fölött emelve, és azelőtt akkor csak ilyen homokzsákokat tettek végig. Emlékszem, akkor még iskolába jártam, és akkor itt volt a víz egészen, ahogy is hívják, mellett. Na most gondolom, meg van biztosítva, jobban nincs. A gátak növelésére homokzsákokat is előkészítettek Bezdánban, valamint a zsilipet is erősítik. A zsilip több éves és ekkora terhelésnek még nem volt kitéve. Amennyiben a Duna áttörne, Bezdán és Zombor is víz alá kerülne. A szakértők szerint nincs veszély. A terepen dolgozók állandóan figyelik a helyzetet, és eddig úgy tűnik, nem lesz komolyabb gond. Trenutno ne postoji nikakva situacija na terenu, na nasipima na koji su sada obilaze i kontrolišu da bi iziskivalo neke posebne mere ili posebno ne znam aktiviranje recimo sektora za vanredne situacije ili bilo šta. Sve je pod kontrolom. Ništa nema posebno, što inače nije primereno ovakvim vodostajima. Sretna okolnost je što je talas izuzetno brz i on već od petka na subotu i naredne dane ide drastično opadanje. Tako da i ova vanredna odbrana će trajati verovatno tu još nekoliko dana, onda posle toga idemo u redovnu odbranu i to su onako neke redovne mere. Hozzátette, arra kellene nagyobb figyelmet fordítani, hogy mi is történik a Dunával. A folyó ugyanis az utóbbi 10 évben 3-szor is magas szintet ért el. A faluban a Gorani Jésics tartományi mezőgazdasági titkár is ellátogatott, aki elmondta, a tartományi kormány befektetéseinek köszönhetően nincs ok aggodalomra, viszont a csapadék még növelheti a Duna szintjét. Neizvesno jeste količina padavina koja se dešava u srednjoj Evropi koja utiču na ovaj podizanje pre svega Dunava i ovo što se sad dešava imamo centimetar i po na svaki sat vremena rast vode. A vajdasági kormány elnöke Bojan Pajtić is ellátogatott Bezdánba. Szerinte sincs veszély, ugyanis Szerbia felkészült az árvízre. Hozzátette, Magyarországgal mindig is jó volt az együttműködés, és most is az. Magyarországi segítségre azonban nincs szükség. Mi u ovom trenutku nemamo potrebe da nam pošalju ni ljudstvo, niti ima potrebe da nas neko brani. Mi se za sada bolje branimo nego što se branili ljudi u drugim državama i ja verujem da ćemo uspeti da se odbranimo i u narednim danima. Bezdánban a Duna tetőzését csütörtökre vagy péntekre várják, amikor 740 cm magasra is feltörhet a folyó. Annak ellenére, hogy 1965 óta ez lesz a legmagasabb vízszint, a szakértők szerint nincs gond. Szerbia fel van készülve.
Az Újvidékhez közeli Belcsényben már megkezdődött a kitelepítés. A folyó nem csak az árterületeken épült házakat veszélyezteti, hanem a magasabban fekvő peremkerületet is. Érkezik a homok a vajdasági Belcsénybe, van elegendő zsák és fólia is. Ezekkel védik majd az épületeket a víztől. Az ár már elérte az úttestet. A legközelebbi lakóépület alig 30 méterre van innen. A legtöbb ház kapuját lelakatolták, lakóik már biztos helyen vannak. Ez a család viszont maradt, nem hagyják el a házat, azt mondják, a korábbi áradásokat is itt vészelték át. A ház úszni fog. 2006-ban 65 centis volt az udvarban a vízszintje, 2010-ben 15 centiméter. Most ki tudja, mekkora víz lesz. Az állatokat elvittük, de mi maradunk, hova mennénk, mondja ez az asszony. Belcsény egyes részein az embereket is kitelepítik. Különösen az egyedül élő idős emberekre figyelnek, mondja a település vezetője. 4-5 nappal ezelőtt, amikor először itt jártunk, az embereket meg kellett győzni arról, hogy hagyják el házaikat. Most, amikor látják, hogy érkezik az árhullám, szervezkednek, dolgoznak, töltik a zsákokat. Az egyedül élőket és a maga tehetetleneket befogadó helyekre visszük. A Vászit család csak a hétvégeket tölti ebben a Dunaparti nyaralóban. Ők is mentik a menthetőt, hiszen a víz rohamosan közeledik. 2006-ban nagyon sok volt, és akkor nagyon fájt, hogy nem mondták előre, nem figyelmeztettek bennünket előre, hogy nem baj, nem, majd jön, vagy nem jön, vagy így. Már akkor 2010-ben már tudtuk, és most pláne most mindent emelünk. Mit csináljunk? Nem várok az utolsó pillanatra, nem szeretek kockáztatni. A település legveszélyeztetettebb pontjain az árvízvédelmiek fokozott ügyeletet tartanak, hogy szükség esetén azonnal intézkedjenek. Ha kell, önkéntesek és rendőrök segítik a védekezést. Mi egy olyan területen vagyunk, amelyet nem véd gát. Az utolsó hét évben ez a harmadik árvíz. A Belcsényt védő gát terve már készen van, a munkálatok azonban késnek. A belcsényi vezetőség most felszólította a szerb kormányt és a központi válságtörzset, hogy ne halogassák tovább az építkezést. A Duna várhatóan a hétvégén tetőzik Belcsénynél, illetve a közeli Újvidéknél. Közben Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke azt nyilatkozta, Vajdaságban nincs szükség a magyar honvédek segítségére. Korábban Hende Csaba, magyar honvédelmi miniszter, 1000 katona segítségét ajánlotta fel az árvízi helyzet mérsékléséhez. Mondókák, kiszámolók, énekek, versek, magyar népmesék. Az anyanyelvű óvoda megalapozza gyermeke biztonságérzetét, önbizalmát és jövőjét. Értelmi fejlődésünk alapját anyanyelvünk adja. Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodába. Magyarságunk érték, őrizzük meg. Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban. A Szabadkai Városi Képviselőtestület május végi ülésén elfogadásra került a Kosztolányi Dezső Színház feletti alapítói jogok részleges átruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra, a közügyek vendége pedig Urbán András, a színház igazgatója, és Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács kulturális tanácsosa. Jó napot kívánok! Először a színház igazgatót kérdezném, hogyan fogadták ezt a hírt, mit várnak ettől a döntéstől? Két éves körútról van szó.
Hát én személy szerint ugye ezt a történetet úgy értem, hogy végre valami történt ugye a Nemzeti Tanács és a város között. Tehát hogyha 2011 óta ez a dolog valahol ott feküdt a Városházán, azt jelenti, hogy valamilyen kommunikáció elindulta. Ezen a téren feltételezhetően ugye nyilván egy pozitív irányú dologról van szó. Mi különben is kínlottunk azzal a helyzettel, ugye, hogy annak ellenére, hogy hivatalosan csak a város volt az alapítónk, többszörösen kaptunk olyan jelzéseket funkcionárusoktól a város részétől, hogy miért nem fordulunk a Nemzeti Tanácshoz, vagy fordítva, ugye, hát mégis az alapító az, ami felel bizonyos dolgokért, vagy tartozik valamilyen kötelezettségekkel. Én bízok abba, hogy ez a helyzet most előre fogja lendíteni a Kosztolányi helyzetét, legalábbis, hogy sokkal jobban, bár ezek az alapítóval való viszonyok tisztábbak lesznek, illetve hát számítok arra, hogy a Nemzeti Tanács nagyobb, vagy legalábbis egy erős vállbevetéssel áll a Kosztolányi Színház mögött. Meg lesz az erős vállbevetés? A Urbán Andrással régi harcos társak vagyunk, nem hiszem, hogy bármikor is a vállunk, a hátunk, az nem volt ott a Kosztolányi Dezső Színház alatt vagy mellett. Nekem felejthetetlen élmény, amikor a átadásra került 2009. decemberében a Kosztolányi Dezső Színház, akkor azzal viccelődtünk, hogy lehet, hogy ez túlcsordul majd azon, ami az akkori koalíciót hát életben tudja tartani, és valóban így történt, mert ez decemberben volt, és hát január közepén a Vajdasági Magyar Szövetség már nem volt része a szabadkai városvezetésnek. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert amiről az András beszél, az egyrészt az én számomra a legtermészetesebb, mert együtt csináltuk végig azt a Mladoszban, hogy legyen önálló tere a színháznak, majd azt, hogy saját otthona legyen a színháznak és a Livka mozinak. Nagyon fontosnak és lényegesnek tartok egy momentumot, amit 2011 óta is ez közvetve kapcsolódik az alapító jogokhoz, nem tudtunk elérni. Az pedig az, hogy amikor én még művelődési tanácsos voltam a városban, akkor sikerült az akkori koalíciós partnerekkel is, ez alatt a 2008-as időszakot követő polgármestert is értem, elérni tárgyalásokkal egy olyan helyzetet, hogy a Kosztolányi Dezső Színház által szervezett Desiré Fesztivál a Szabadka város költségvetéséből kapja a támogatást, ugyanúgy, mint más nemzetközi fesztiválok. Értem ez alatt a gyermekszínházi fesztivált, vagy a filmfesztivált. Szabadkának három olyan jelentős fesztiválja van, ami nemzetközi rangú, és amiből kettő jelenleg is a központi költségvetésből kapja a pénzt, ugye az a gyermekszínház és a film. És valahogy, miután a VMS kikerült az önkormányzatból, az nem valahogy történt, a szándékosan történt, de utána valahogy a Desiré Fesztivál is kikerült a költségvetésből, és a hát fájdalmasabb, hogyha iróniával élnénk, akkor azt mondanánk, mókásabb helyzetek következtek, és most ott tartunk, hogy a Nemzetközi Filmfesztivál azon keserget, épp ma hívta fel András erre a figyelmemet, hogy nem 300 ezer euróból gazdálkodnak, hanem csak 200 ezer euróból gazdálkodnak. Most én szeretném, ha ő elmondaná, hogy a Desiré Fesztivál az idén, ami ugye a város egyetlen és Vajdaság ilyen szempontból talán egyedülálló alternatív és kísérleti színházat is felsorakoztató fesztiválja, mennyiből gazdálkodik? Akkor válaszoljon rá. Hát a Desiré Fesztivál, tehát az összes pályázatunkkal mindennel együttvéve per pillanat 4 millió dináros költségvetéssel rendelkezik, tehát a város részéről 2,5 kap, tehát ugye ami egy harmad annak az induló költségvetésnek, amivel 4 évvel ezelőtt indult a fesztivál, hiszen akkor a városi költségvetésből 6 millió dinárra. Tehát ez tényleg egy nevetséges összeg, ráadásul a színházi fesztivál valamivel drágább, és drágább fesztivál, mint több más, olyan értelemben, hogy itt ugye élőben fel kell, hogy lépjenek, tehát ebbe most nem menjünk bele. De én nem kételkedem abban, hogy ez a vállbevetés meg fog történni, sőt azt gondolom, hogy kicsit tisztábbak lesznek a viszonyok, illetve ami fontos, hogy bízok abban, hogy lesz ki ezt továbbra is fordulnunk, de vagyis, hogy intenzívebben, mint eddig.
Hogyan tisztulhatnak le ezek a viszonyok, hiszen az előbb éppen azt fejtette ki, hogy hol van az a pont, ahol találkozik a politika és a kultúra, ami nem a rátenyerelésben minősül. Igen, én arra próbáltam utalni, hogy mielőtt bekövetkezett a törés az együttműködésben, azelőtt ugye az együttműködésből jött az a költségvetési összeg, ami megvolt a Desiré Fesztiválnak, hogy ennél maradjak, és hogy konkrétan fogalmazzam meg a mondatomat. A Magyar Nemzeti Tanács, mint alapító, természetesen projektumaiban is támogatja a Kosztolányi Dezső Színházat, de azért azt nem szabad szem előtt téveszteni, hogy a Kosztolányi Dezső Színház, ami egyébként minden előadását fordítással is játsza, tehát bárki, ugyanúgy, mint az Újvidéki Színházban és a Szerbajkú nézők nagy számban vannak jelen. Tehát az, hogy egy színház szellemiségét, kultúráját tekintve erőteljesen egy nemzeti közösséghez tartozik, az nem zárja ki azt, hogy egy több nemzetiségű városban a város szellemi életének is a szerves része legyen. Igen, nem feltétlenül gettósodást jelent. Így van, és a Desiré Fesztivál az ennek az egyik legszebb példája. Én úgy gondolom, hogyha erről beszélünk konkrétan, akkor a Magyar Nemzeti Tanács például azokat az előadásokat, vagy azt az előadást, ez nyilván a koncepciótól függ, amiben senki nem kíván beleszólni, támogatni tudja, ami a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához tartozik, de ugyanolyan fontos, hogy elmondjuk azoknak, akik nekünk partnereink ilyen szempontból, és a városvezetés ebben a pillanatban azáltal is, hogy elfogadta ezt a két éve várakozó okiratot, és ezáltal bennünket is alapítóvá nevezett ki a Városi Képviselőtestület, tehát hogy a város az elfogadja és értékelje azt, amit a Desiré Fesztivál jelent. Ugye, és pontosan erről van szó, hogy a város szellemi életének, hát aki megfordult a fesztiválon, az láthatta, hogy ez nem egy bezárkózó fesztivál, hogy itt valóban mindenki megfordul, aki ezt a fajta színházat szereti, és ez nem nyelvbe kötött, ez szubkultúrához inkább kötött. A Magyar Nemzeti Tanács ilyen szempontból a magyar nyelven történő előadásokat, vagy ahhoz a kultúrához köthetőeket például magára tudja vállalni. Csak egy zárójeles példát szeretnénk mondani, ami szintén kötődik hozzánk és az Andráshoz is, a Guitar Open Fesztivál, amit amikor kidobtak ugye az egyetlen ilyen nemzetközi Szegeddel közösen rendezett fesztivál, amikor kidobták a zeneiskolából, akkor az Andrásék fogadták be, a Kosztolányi Dezső Színház. Az idén, én nem is tudom, hogy ők 2 milliót kaptak régen, azt gondolom az idén még 100 000-et sem kaptak, tavaly 100 000-et kaptak a várostól, és ott is olyan tárgyalásokban voltunk, hogy a magyarországi fellépőket jövőre majd jó volna, hogyha vállalná a Magyar Nemzeti Tanács. Azt gondolom, hogy ez magától értetődik, vagy kellene, hogy ilyen irányba történjen meg a szerepvállalás. Ezek nyilván programokhoz kötött együttműködések. Ön milyen új lehetőségeket lát? Én szerintem erről a beszélgetéseink most kezdődnek el. Tehát, hogy, de bizonyára vannak elképzelések, nem két napja áll a Kosztolányi Színház élén. Most arra gondoltam, hogy a kérdés azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Tanács alapítói jogok átvételét illetőleg. Hát én továbbra is már az előbb említettem, hogy én azt gondolom, hogy védettebb helyzetben lesz bizonyos értelemben a színház, azokat a politikai szintű, vagy idézőjelben politikai szintű beszél, vagy politikai akarattól függő megoldásokba biztos hozzá tud járulni a Nemzeti Tanács, hogy megoldódjanak. Bár én azt gondolom, hogy ugye akár a Desiré Fesztivál, vagy a színházunk nem feltétlen csak a nyelvhöz kötődő, tehát azt gondolom, hogy kimondottan magyar színház vagyunk, persze, de arra gondolok, hogy nagyon fontos az a része is, amit a színház éppen a magyar vajdasági, vagy a magyar kultúra valamilyen fajta affirmációjáé tesz, tehát hogy jelen van úgy Szerbiában, vagy ezen az Exiú térségben, stb. És gondolom, hogy az is fontos, mint ahogy a fesztivál esetében is, hogy végülis ezt egy magyar színház szervezi, és nem csak az a magyar aspektusa, gondolom, hogy milyen nyelv, de az mondjuk egy nagyon jó lenne, hogyha Magyarország mások a költségvetés itt a Nemzeti Tanács támogatná. Sok minden jó lenne, tehát sok minden meg lehet, gondolom, csinálni. Nyilván itt most senki sincs pénzből,
nem lehet azt mondani, pénz bővében, de hát... Nem szóval duskál senki sem nem duskál senki pénzbe. De szóval mondom, én nagyon, ezek nem föltétlen konkrétumok, tehát hogy most holnaptól kezdve ez, hogy olyan elvárás lenne, hanem egyszerűen nagyon pozitíva és nyitottan állok hozzá, és nagyon bízok abba, hogy újra be tud valamilyen szinten indulni a dolog, és tényleg, tehát most nem azért, hogy az Ildikó itt van, de egy nagyon jó együttműködésünk volt, amikor az Ildikó kulturális tanácsos volt a városban, azután is, de ugye akkor ez egy másik dolog, és nagyon bízok abba, hogy ez a közreműködés most valamilyen formában folytatódik, ha más formában is. Nézzük meg a gyakorlati oldalát is, mi az, amit le kell bonyolítani ahhoz, hogy ez a döntés, ez a gyakorlati életben is megállja a helyét. Igen, a Magyar Nemzeti Tanácsot kötik a törvényes lehetőségei. Ugye a kultúra területén is az megvan, a magyar értékteremtés és a magyar örökség megőrzése területén fejtheti ki leginkább és legerőteljesebben a tevékenységét, nyilván, mint mondtam, az ehhez kötődik. Ami a konkrétumokat illeti, a Magyar Nemzeti Tanács jogászai, hát a Várkonyi Zsolt jegyzés, a Szűcs Balázs általános jogi ügyekkel megbízott tanácsos, a Városi Képviselőtestület titkára a Ladózki Gyula és az Urbán András, aki ugyan nem jogász, de azért nagyon-nagyon fontos középiskolai szinten jogász, tehát most a jogászok, hát hogy mondjam, topzódnak majd a megoldás keresésében, papírra fogják vetni annak a szerződésnek a szövegét, amit a városi tanácsnak kell elfogadnia, és amelyet követően a polgármester és a nemzeti tanács elnöke aláírja a szerződést. Ebben a szerződésben pontosan lefektetésre kerülnek azok a momentumok és azok a feladatok és azok a vállalások, amelyeket a két alapító annak érdekében magára vállal, hogy az intézmény működése és előrehaladása a lehető legjobb mértékben biztosítva legyen. Egyetlen egy mondatot fűznénk még ehhez csak hozzá. Erre mi 30 napot kaptunk, tehát a VKT döntéstől számított a 30 napon belül, tehát már ketyeg az óránk. Mindösszesen csak annyit, hogy mivel a Magyar Nemzeti Tanács a semmiféle jövet, tehát nem olyan, mint egy önkormányzat, ugye, aminek vannak bevételei. Mi ugyanolyan, ha tetszik, akkor mondhatjuk így, mi ugyanolyan szerv vagyunk, mint a színház, vagy bármely más intézmény, tehát mi nem valósítunk meg. Ilyen szempontból a mi anyagi lehetőségeink, vagy vállalásaink, azok nyilván végesek, vagy meghatározottak. Ezt csak azért mondom, mert úgy érzem, hogy a város részéről azok a kevés jó indulattal megfogalmazott korábbi időszakra jellemző mondatok, hogy tessék, akkor fizesse. Ugye, ami egy nagyon méltatlan mondat, mert miből tehetni, hiszen nincs bevétele, azok teljesen háttérbe szorultak, és valóban egy affirmatív hozzáállás érhető tetten, és úgy gondolom az, hogy az igazgatórat bekapcsolták, és hogy együtt fogják kidolgozni majd azokat az ismérveket, amelyek alapján a konkrét szerződés aláírása kerül, szerintem ez jó. Még egy kérdés önhöz, hogyan érzi, hogyan látja, amiért a megszületett ez a döntés, ugye a magyar sajtó kiemelten foglalkozik ezzel az új kapocssal, ami a Magyar Nemzeti Tanács és a Kosztolányi Színház, illetve a Szabadkai Önkormányzat között jöhet létre. Mi a helyzet a szerb sajtóval, vagy egyáltalán a szabadkai közvéleménnyel? Hogy érzi, érdekli ez az embereket, a közönséget? Nem figyeltem rá. Tehát amikor megszületett a döntés, akkor mondjuk a szerb sajtó talán előbb is érdeklődött, mint a magyar, vagyis a rádiók, de különösebben nem vettem észre mondjuk a közönség részre. Szerintem ezt valamilyen fajta kíváncsisággal, érdeklődéssel várják az emberek, hogy mi lesz. Ugyanakkor ez valahol benne volt már azért jó rég a levegőben, hogy ez előbb-utóbb megtörténik, vagy megtörténhet. És hát meglátjuk, hogy vagyis feltételezem, hogy az emberek azt gondolják, hogy majd megváltják. Mert ezt nyilván van, aki erre a száját húzza egy kicsit, van, aki nem, de szerintem meglátjuk. Nem kell senkinek se, hogy húzza a száját. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak. Köszönöm. Thank you.
Érdekel a magyar nyelv, az irodalom, a kultúra és a kommunikáció? Vannak művészi, írói, költői ambícióid? Szeretnél egy igazi egyetemi városban nyüzsögni, mégis egy szűkebb közösséghez tartozni? A Dunaparti sétánypadjain tölteni a lyukas órákat? Téged is vár az Újvidéki Magyar Tanszék. Bővebb információ az ff.uns.ac.rs címen és a Facebookon is. Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel, mondta Robert Capa, az egyik legnagyobb magyar fotográfus. Születésének 100. évfordulója kapcsán az MNT fotótábort hirdett középiskolások számára. Gyere el, tanulj a legjobbaktól! Táborvezetők Dormán László, Molnár Edvárd és Révész Robert, nemzetközileg elismert fotósaink. A meghívott előadókról és magáról a táborról a www.mnt.org.rs/kultúra weboldalon olvashatsz. Robert Capa a pillanatmestere volt. Férkőzz közelebb a titokhoz, jelentkezz az MNT fotótáborába. Augusztus 1-től 7-ig a Rókatanyán. Szabadka város a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal együttműködve támogatja a munkahelyteremtést Szabadka város területén, az ez irányú pályázat meg is jelent. Részletek pedig Karai Lászlótól, a Foglalkoztatási Tanács elnökétől, illetve Szécsi Erdman Elvírától, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tanácsadójától. Jó napot kívánok, köszöntöm önöket. Ez egy általános érvényű pályázat, tehát Szabadka tekintetben nem egy egyedülálló példa, mégis pozitív a kezdeményezés. Tehát, ahogy említették, a Szabadka város és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tegnap kihirdették ezt a pályázatot, ahol a munkaadókat támogatják az új munkahelyek megteremtésére. Tehát azok a munkaadók, akik új személyeket vesznek föl, támogatást kapnak. A támogatás összege 150 000 dinár, ha termelésben hozzák létre ezt az új munkahelyet, akkor egy kicsit többet fizetnek. Mit jelent ez a kicsit többet? 160 000 dinár. És van egyfajta póttámogatás, ami plusz még 20 000 dinár, ha 50 év feletti személyeket vesznek fel, romákat, fiatalabbakat, rokkantakat, tehát az nehezebben foglalkoztathatókat. Igen. Szabadka mekkora összeggel száll be ebben a munkahelyteremtésben? Igen, Szabadka, ahogy már említettük a múltkor is, a képviselőtestület döntése alapján az idei költségvetésből összesen ezekre a célokra, tehát a foglalkoztatás támogatására és a közmunkák támogatására összesen 15 millió dinárt látott elő. Na most ebből a 15 millióból 10 millió kerül most a városi költségvetésből ráfordításra a munkahely teremtés támogatására, amihez még a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat köztársasági szintjén még 9 990 000 dinárt kapott a város, amit tulajdonképpen az a foglalkoztatási akcióterv alapján pályázott meg és nyerte el ezt az összeget. Hogyan számolnak, hány munkahely megnyitására lesz elegendő ez a pénz? Ez körülbelül, ha jól számolom, nem egész 20 millió dinár összköltséget, összkeretet jelent. Így van. Mi a magasabb kategóriával próbálunk számolni, tehát amikor az egyetemistákat is igénybe, vagy hát őket is esetleg munkahelyhez juttatnánk, akkor körülbelül 110 új munkahelyet tudnánk ezáltal támogatni. De itt el kellene mondani azt is, hogy egy 10 dináros póttámogatás is van, ami a termelésben nyitott munkahelyeket próbálja még megcélozni. Igen, ezt mondta el. És akkor ezáltal egy 180 000 dináros össztámogatásra lehetne szertenni, hogyha ezek a munkahelyek is valamilyen módon kínálatba kerülnének. Milyen kritériumokat írtak elő a munkáltatók részére? Azok a munkáltatók jelentkezhetnek, tehát akik nem csökkentették a létszámot, akik eddig nem mondtak föl senkinek, mennyi időre visszamenőlegesen?
Hát azt pontosan nem tudom, pályázatban meg lehet nézni. Tehát azok, akik nem csökkentették... Három hónap megtaláltam. Igen, köszönöm. Akik ellen nem megy csődeljárás, akik rendszeresen fizetik a járulékokat, tehát ezek a munkaadók. Mennyi ideig kell a pályázatnak köszönhetően felvett munkaerőt alkalmazni a munkáltatónak? 2 évig kell a munkaadónak alkalmaztatni a munkanélkülieket. Ez egyszeri segélyt jelent, ugye? Igen, igen. Kik nem igényelhetnek ilyen támogatást? Hát tulajdonképpen a kereskedelemben folytatott tevékenységet végző cégek, a földművesek, és a bankok, továbbá a szerencsejátékkal foglalkozók, és az ilyen közigazgatási szervek sem igényelhetik. Meddig lehet pályázni, és kinél kell pályázni, önöknél vagy önöknél? A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál kell benyújtani a pályázatot. A pályázat az idén egy kicsit tovább fog érvényben lenni, és október 31-ig tervezzük, de attól függően természetesen, hogy ha előbb ezek az eszközök elfogynak, vagy sajt föl lesznek használva, akkor ez rövidebb ideig fog tartani. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan bírálják el a pályázatokat, és ahogy valaki pozitív elbírálásban részesül, akkor megkapja a számára szükséges támogatást? Tehát nem kell mindenkinek megvárni a végső határidőt. Igen, így terveztük, hogy tulajdonképpen egy olyan 15-20 naponként, hogyha összejönnek a pályázatok, akkor elbírálásra fogjuk őket átvenni, és akkor utána már azt hiszem, hogyha kielégítik mindazokat a feltételeket, amelyek a pályázatban elő vannak írva, akkor a szerződés meg lesz velük kötve. Tehát ez folyamatos dolognak indul az idén, egész másképp, mint a tavaly, ahogy volt. Ön hogy látja, mennyire számítanak ezek népszerű pályázatoknak, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel a munkáltatók? Hát mondhatni, hogy a munkáltatókat ez nagyon is érdekli, tehát ez egy jó támogatás, és elég sokan is jelentkeznek, már ugye az előző években is úgy tapasztaltuk. Nekünk ez a városi pályázat előtt volt egy köztársasági és tartományi is, tehát ott is elég sok munkaadó jelentkezett. Ellenőrzi azt valaki, hogy a munkáltató betartja-e a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve milyen szankciókat tudnak érvényben léptetni, amennyiben mégsem tesz így? Természetesen ez egy kitétel a pályázatnak, és hogyha az ellenőrzés folyamán bebizonyosodik, hogy nem rendeltetés szerűen használta el föl az összeget, akkor kamatostól vissza kell, hogy szolgáltassa ezt az összeget. De hát erre vannak biztosítékok, természetesen, ami alapján ezeket hát lehetővé tehetik a Nemzeti Foglalkoztatás és Szolgálat ellenőrei. Milyen szerződési biztosítékok vannak, hogyha ezeket is konkretizálnánk, amennyiben most éppen olyan vállalkozó nézi ezt a műsort, aki szívesen élne ezzel a lehetőséggel? Hát, tehát bővebb információkat én most annyira pontosan, részletesen nem tudok információt adni, de a Szabadkai Város honlapján megvan ez a pályázat. Szerb és magyar nyelven is megtalálható. Igen, sőt, én gondolom 3 nyelven, horvátul is. És tehát nálunk is a 69-es irodában, tehát a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatban 3. emeleten, 69-es irodában lehet bővebb információkat kapni, tehát oda is adjuk a munkaadóknak, telefonon is személyesen ezt a pályázatot, és szívesen segítünk. Az idei évre milyen pályázatokat terveznek még, illetve milyen intézkedések várhatóak Szabadkán a foglalkoztatás növelése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal együttműködve, most csak ez érdekelne? Értem. Tulajdonképpen csak arról van szó, hogy ezzel a pályázattal bezárul az az akcióterv által erről látott aktivitásoknak a mértéke, úgyhogy reméljük, hogy jövőre folytathatjuk, és hogy esetleg még nagyobb összeget is tudunk biztosítani a költségvetésből. Önöknél mi várható az év végéig? Ami most aktuális, az a közmunkaprogram. A köztársasági pályázatra jelentkezett most 12 munkaadó, és 69 személyre biztosít munkahelyet. Szabadkán 5 közmunkaprogram
fog lezajlani. 30 személyt vesznek fel a szabadkai munkaadók, Topolyán 2 közmunkaprogram lesz 22 személyre, és Kishegyesen 5 program 17 személyre. Ezekre a közmunkaprogramokra, tehát vannak már munkaadók, munkanélküliek, úgyhogy mi közvetítettünk, és remélem mind a két fél meg lesz elégedve. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak. Köszönöm. Magyar Tudományosság Vajdaságban. Pályázati felhívás a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából vajdasági magyar középiskolásoknak, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak. A pályázó feladata, hogy tanulmányában vajdasághoz kötődő témát mutasson be a kultúra, a társadalom, a gazdaság vagy a természettudomány területéről. A pályázat kiírója Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a Magyar Nemzeti Tanáccsal partnerségben. Beadási határidő 2013. szeptember 30-a. Részletek a Főkonzulátus és az MNT honlapján. Fürdő, ifjúsági otthon, falusi turizmus, ezek a falufejlesztési prioritások Pacséron. A melegvizes fürdő munkálatainak folytatása, ifjúsági otthon kialakítása és a faluturizmus fejlesztése. Ezek a 2013-as év nagyobb tervei Pacséron. Ott jártunkkor éppen Nagy Nyüskis volt a központban. Falut szépítettek, sövényt nyírtak, takarítottak. Milyen a hangulat a településen? Ezt kérdeztük a lakosoktól. Milyenek a hétköznapok itt Pacséron? Milyen problémákkal találkoznak? Azt lehet mondani, hogy elég szegényes itt a környék, meg minden, de vannak azért. Itt a Kultúregyesület, az minden pénteken van próba. Elmúlik nagyon szépen bent is. Szoktunk menni vidékre is, meg minden is. Jó. És a faluban mire kéne befektetni, mit kéne fejleszteni? Hát itten először is munkakörülmények között, mert itten sok a munkanélküliség. Meg aztán lehetne itten más dolgokkal is. Tudjuk azt, hogy Pacsi, ez tipikusan két nyelvű település. Milyen az összhang a két nemzetiség között? Semmi kifogás, egy rendben működik minden. Nincs, hogy mostan szerv vagy magyar, vagy valami itt egyforma. Mondom, egyformán becsülik. Mit kéne fejleszteni ön szerint? Hát én nekem már, mint mondjuk rá én magamról beszélek, én nekem már semmi, 72-n fölül vagyok. Pacsér, ez a Topolya községbeli kis település termálvízzel rendelkezik. Ezt szeretné a helyi vezetőség kihasználni. Melegvizes medence kiépítését tervezik. 1400 méteres mély termálvízkutunk van, amiben 73 fokos vizet találtak, tehát a víz adott, a körülmények adottak, most már csak be kell fejeznünk. Sajnos a nagy beruházási alaptól egyelőre nem kapunk több pénzt a fejlesztésekre, ezért saját erőből és egyéb más pályázati lehetőségekkel próbálkozunk. Sikerült annyi pénzt összeszedni, hogy az idén el tudjuk kezdeni magának a kútfejnek a befejezését. Ez azt jelenti, hogy a kútba tehát egy pumpát fogunk letenni, ami 85 fokig bírja a hőmérsékletet. Ezen kívül degazátort szerelünk, mivel tángászalható ebben a vízben, valamint egy 10 köbméteres tárolót építünk a kútfej mellé, tehát gyakorlatilag elindul körülbelül egy hónap múlva, mert meg lesz az a lehetőség, hogy egy gomnyomásra megindul a kútból a víz, tehát gyakorlatilag vízünk most már lesz. Nagyon szeretnénk az idén nyáron egy kisebb fajta medencét kiépíteni, megalapozva ezzel gyakorlatilag a melegvizes fürdőnek az alapjait. Nagyon nehéz, mert nincs elég pénzünk rá, tehát, hogy az egész fürdőt, komplexot megcsináljuk, ez több millió euróba kerülne.
de én úgy gondolom, hogy apró lépésekkel is el lehet jutni eddig a célig, tehát minden évben csinálunk egy kicsit, és akkor majd 5-10 év múlva én úgy gondolom, hogy kialakul ez a fürdőkomplexum, esetleg ha addigban lesz valami nagyobb lehetőség, pályázat, vagy pedig előcsatlakozási alapokból hozzá tudunk jutni, akkor lehet, hogy hamarabb is tudunk pénzhez jutni, és hamarabb is el tudjuk indítani, be tudjuk fejezni ezt az elképzelésünket. Igyekszünk kialakítani egy olyan központot, ahol fiatalokat tudunk elszállásolni, tehát igényen mutatkozik arra, mivel évenként többször jönnek futballozni hozzánk fiatalok Beográdból és Szlovéniából, és nem tudjuk őket hol altatni, és eddig ez problémát okozott, és most megpróbálunk kialakítani egy olyan központot, ahol ezeket a gyerekeket el tudjuk szállásolni, tehát ez egy ilyen ifjúsági szállásra képzeljünk el. Tehát ezek azok a tervek, amelyekről már beszélgettünk az elmúlt években, és gyakorlatilag ezeket próbáljuk összefűzni most. Tehát én úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy pár évben beérnek ezek az elképzeléseink, és összefűzzük, tehát amennyiben lesz egy melegvizes medencénk, egy fürdőnk, összefűzzük a sportturizmussal, tehát gyakorlatilag kialakul az a mese, amit kitaláltunk, amin elindultunk, és ez komoly alapot fog biztosítani a falusi turizmusnak, hiszen Pacsirnak az egyetlen lehetősége a falusi turizmus. Sajnos nem várhatunk ide nagy befektetőket, hiszen látjuk, hogy a nagyobb városokban sem jönnek igazán a nagy befektetők. Holott egy város ingyen tud területet biztosítani, pénzeket tud biztosítani a befektetőknek, tehát így csalogatják őket. Pacsér nincs ebben a lehetőségben, és ezért a falusi turizmus felé szeretnénk elmozdulni. Az itteni helyi brendeket, helyi, régi, hagyományos ételeket, italokat, egyebeket szeretnénk felfuttatni, és amennyiben sikerül ehhez még egy vásárlóközönséget is, tehát turistákat is biztosítani, akkor úgy gondolom, hogy a falunak ez a vállalkozása sikeresség fog válni. A helyi közösség elnöke szerint az utóbbi időben a tartományi és a köztársasági parlament közötti feszültség eredményeképpen, valamint a gazdasági válság hatására a kis településekre sokkal kevesebb pénz érkezik. Így az a dinamikus fejlődés, amely Pacsérra az elmúlt években jellemző volt, lényegesen lelassult. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Mára ez volt a közügyek, holnaptól Sós Georgina várja majd önöket a hét folytatásában. Velem még egyszer ma találkozhatnak a Rekontrában este 8:30-kor. Addig is szép estét!